hogy akkor egy új módszer. Térségünk országgyűlési képviselőasszonya két szakértő tanácsadójával, Baross Károly az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatóhelyettesével és Láng István civil szervezeti képviselővel a múlt héten Brüsszelben járt a Szigetköz ügyét támogató tájékoztató látogatáson. Az utat a nyár folyamán egy miniszteri találkozó készítette elő. Brüsszeli utunk úgy gondolom összességében eredményes volt. Egy olyan lépést tettünk a Szigetköz menedzselése kapcsán, amely módszertani jelentőségében az eddigi repertoárunkban nem volt jelen. A projektrendszer, melyet két éve menedzsel a képviselőasszony belpolitika, hogy milyen eredményt ér el, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium hatáskörébe tartozik. Létfontosságú egy új Európai Uniós módszertan beépítése a rendszerbe, nyilatkozta a képviselő. Mielőtt a minisztériumban kiírt két pályázat pályáztatásra és elbírálásra kerül, lényegesnek tartotta tájékoztatni a folyamatról Brüsszelt. Az optimális támogatás az úgy gondolom, hogy kilátásba helyeződött, és az az új módszertan, amelyben még egy kérdéssorozat Európa bizottsági írásbeli beadása is szerepel, teljessé válhat. Az országgyűlési képviselő fontosnak tartja a témában a politika orientálását és nem irányítását, valamint a támogatást és a teljes körű tájékoztatást Brüsszelben és hazánkban, Magyarországon egyaránt.